Kaland művészet közösségi élmény. Címszavakban ez vár mindenkire, aki november 26-tól december 22-ig ellátogat Kecskemét főterére, ahol régi idők karácsonya fantázia néven indítja el a híres Agóra Kulturális és ifjúsági Központ az idei téli fesztivált. Több mint 60 program várja majd az élményekre, vagy éppen egy kellemes ünnepi sétára vágyókat. Nagyon sok különleges eseményt rejtő programsorozat ez, mint a neve is elárulja. Valamelyest koncentrálunk olyan időszakra és olyan ö, az életet meghatározó fontosságokra is, amelyek régi időket, múltat idézhetnek, de mindenképpen a mában. A téli fesztivál látogatóit új helyen és új elrendezésben várja majd a téli vásár és a programok sora a Városháza előtti részen. A művészet folyamatosan jelen lesz a régi idők karácsonyának programjaiban, így a fesztivál egyik fontos eleme lesz, Gyeneskat a fotoművész a városa, ahol élünk című kiállítása. A mai sajtótájékoztatón a promóciós filmjét is bemutatták. Mikulás Kuckó, lámpás felvonulás, fellépők, finom falatok vagy éppen készítés, mindez azonban csak néhány példa arra, milyen programok várnak az ünnepre hangolódó résztvevőkre. Az elhelyezett installációktól kezdve a kisvásári házak kihelyezésén keresztül egy millióra törekedtünk, és arra, arra törekedtünk, hogy ennek az újdonsága és a régi idő idézése egyszerre szólaljon meg. Újdonság lesz a fesztivál különleges múltidéző képeslapja, amelyen mindenki elhelyezheti az üzenetét. A részletekért érdemes a hírös Agóra weboldalát felkeresni. A múlt bevált elemeit is visszacsempészi az életünkbe a régi idők karácsonya. Ismét lesz jégpálya a főtéren, minden kiegészítő szolgáltatással együtt.